Zsolt idejének egyik jelentős részét ebben a műhelyben tölti, és olyan remek műveket készít, mint például a kakuksi. Fűrész éles fogai éhesen vágják szét a friss fát. Ajaj, ez hangos lesz. Sima a léc úgy lehet, ha a gyalún keresztül megy. A pontos mérés elengedhetetlen. Ezeknek a vonalaknak a mentén kell újra elvágni, hogy megkapjuk a síp egy fontos darabját. De előbb még egy kis lyukasztás vár rá. A csiszoló csinosítja még simábbra, nehogy száka menjen valakinek a kezébe. Lássuk csak, mi kell még? Hát persze! Még több fa. Ebből készül a síp teste. Csak nem esik a hó a műhelyben. Ugyan, ez csak forgács. Egy-egy munka végére annyi összegyűlik belőle a földön, hogy akár szőnyeget is lehetne belőle készíteni. Miután a nagy gép egy lyukat fúr a fa testébe, jöhet az esztergálás. Ehhez egy éles szerszámra is szükség van, és erre a hatalmas masinára is. Finom és precíz mozdulatokkal formálja a fát, hogy megkapja végső alakját. Úgy látszik, még nem tökéletes. Még egy kis igazítás, itt-ott és kész is. A két rész ragasztó segítségével ölelkezik szorosan össze, így biztosan nem hagyják el egymást. Amint a fúvóka a helyére kerül, a síp megszólal. Bármelyik kakuk megirigyelni ezt a szép szólamot?